Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico egyik 2024-es újdonságát, a MÁV V43-22-54-es pályaszámú Papagáj Szili Bece nevű mozdonyának H0 építési nagyságú, gyárilag digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. A bemutatott mozdony a Pico gyári bemutató példánya, amit a videó erejéig kaptam kölcsön a hazai forgalmazótól. A modell bemutatása előtt pár szó az eredetiről. A V43-2000-es sorozathoz az északi járműjavító az 1000-es sorozatú V43-as mozdonyok 1997-ben elkezdett V6EE főjavításának alapjaira építkezett, azonban a 2000-es mozdony sorozat ehhez képest is bővített műszaki tartalommal készült, aminek többek között része volt a mozdony vezérlésének korszerűsítése és alkalmassá tétele a 400-as sorozatú vezérlőkocsikkal való üzemre, valamint számos további módosítás is. Az északi járműjavítóban 2004-ig összesen 36 darab mozdony készült, majd 2006 és 2007 között újabb 20 darab. A mozdonyok a teljes külső-belső felújítás mellett gumirógóval ellátott forgóvázakat kaptak, számítógépes vezérléssel látták el őket, félpantográf áramszedők lettek felszerelve, eltüntették a körbefutó ereszcsatornát, külön zárfényeket kaptak, és egy új szinter szerint lettek lefényezve, ami miatt ezeket a gépeket papagájnak vagy papagáj szilinek neveztek el. A 2006 és 2007 között felújított 2000-es sorozatú mozdonyok a korábbi mozdonyokhoz hasonlóak műszakilag, viszont pluszban klímaberendezés is került a vezetőállásokra. A Pico által modellezett 22-54-es pályaszámú mozdony is ebből a második szériából származik, 2007. decemberében készült el, és 2008 nyaráig szolgált a modellen megjelenített feliratozással, még MÁV felségjelzéssel. A modellt kézbe véve, ami azonnal megfogja a tekintetet, az a jellegzetes festése. Itt viszont nem csak egy átfestésről beszélhetünk, hanem egy formaváltozatot kaptunk ismét. Ennek megfelelően a tetőn kialakításra került a légkondicionáló berendezés, ami oda be van sűjesztve. A légkondicionáló berendezés szépen kivitelezett, a rács fotomaratott alkatrész, míg maga a belső egység egy fröccsöntött fehérre színezett darab, természetesen prototipikus kivitelben. A homlokfalon pedig megtalálható a dupla UIC csatlakozó, és helyesen már lekerült onnan a régi távvezérlési csatlakozó is. A mozdony festése szerintem remekül sikerült, a Pico egyik nagy erőssége pont a járművek festése. A színek helyesek, a maszkolások szépek, pontatlanságot sehol nem találtam. A festési minta is helyesen leképzésre került, még az íves felületeken is megfelelően futnak a vonalak. A jármű műszakilag teljesen megegyezik a korábban kiadott V43-as mozdonyokkal, így erre most külön nem térek ki, akit érdekel, megnézheti a legelső V43-asos bemutató videót. A nálam járt példány gyári hangos, a korábban már bemutatott V43-as hanganyag volt benne megtalálható. A modell összeszerelési minősége a korábbi szériákhoz hasonlóan magas minőségű, a gyártónál láthatóan nagy figyelmet fordítanak erre.
felhasználás terén, annak ellenére, hogy alapvetően a mozdonysorozatot a posta inga szerelvények élére szánták, mégis egy univerzálisan felhasználható mozdonyról beszélhetünk. A modellezett mozdony ugyan 5. korszakosként került a katalógusban feltüntetésre, azonban ismerve a modell eredetiének történetét, itt valójában egy átmeneti 5.-6. korszakos modellt kapunk, ami még éppen jó lehet akár MÁV feliratos, akár már MÁV startos kocsik elé is. A mozdonyhoz leginkább passzoló szerelvény természetesen egy posta BHV inga, ebből nekem egy ilyen kis kétkocsis szerelvényem van a legelső Kvabla kiadásból. Fel lehet azonban használni a gépet akár gyors, akár intercity vonatok, vagy sima személyvonatok vonógépeként is, hiszen, mint ahogy napjainkban, nem volt ritka a modellezett korszakban sem, hogy a mozdony ilyen vonatokat is továbbítson, emellett még akár tehervonatok elé is teljesen autentikusan besorozható. Most pedig nézzük meg a mozdonyt egy rövid kis posta BHV-s ingavonat élén a terepasztalomon. Köszönöm szépen, hogy megnézitek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!